Szűk egy hónapos kampány után tegnap december első kedjén volt a Jótékony Ked, azaz a Giving Tuesday nevet viselő akció csúcspontja, amely egyben a mozgalom zárónapja is volt. A Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány november elején csatlakozott első ízben ahhoz a világszintű mozgalomhoz, amely egyrészt a jótékonyságot hivatott ünnepelni, másrészt minél több embert kívánt adakozásra ösztönözni. Az SKA három partnerrel, az Elantrióval, a Rékapatikával és az OTP Bankkal közösen hirdetett különböző jótékonysági akciókat. Egyike volt ezeknek az, amely a közösségi kártya használatára buzdította a vásárlókat, hisz a december másodikai kártya használatból begyűlt közösségi alapot megduplázta az Elantrió KFT és a Rékapatika. Amint az ma kiderült, az Elantrió üzleteiben az akció ideje alatt megnőtt a közösségi kártyát használók száma, így pontosan 766 lejnyi összeggel támogathatják az SKA ifjúsági programját, a Youth Bank programot. A legaktívabb 10 kártya használót ajándékba részesítik, a nyertesek névsorát vagy a kártyájuk számát az ska.org oldalon találják meg az érdeklődők. A Rékapatikában is sokan használták kártyájukat az akció ideje alatt, ám részleteket az összegyűlt pénzről, illetve a nyertesek nevéről csak egy-két nap múlva tudnak mondani. Az akcióról Csáki Rozália, az SKA ügyvezető igazgatója beszél. A jótékonyked Ked 2014. december 2-a, tegnap volt. Sikeresen zártuk ezt az akciót, lejárt közel egy hónapos kampány, egy rákészülő időszak, amiben meghirdettük, hogy miről is fog szólni ez az egész történet, mi fog történni kedden, illetve, hogy azelőtt is, hogy már egy kicsit ráhangoljuk az embereket, hogy igen, mindenki hogyan tesz jót, mikor tesz jót, miért is teszünk jót, miért fontos a jó cselekedet, a jótékonyság a mi életünkben, hiszen erről szólt a tegnapi nap, hogy ezt ünnepeljük meg, ezt osszuk meg. Valahogy hogy erre bírjuk rá egy picit az embereket. Ugyan a mozgalom tegnap véget ért, a jótékonykodás sorait még nem zárult le. Az OTP bank szintén összegduplázással jótékonykodik. A Jut Bank napokban zajló tégy három emberrel jót játék vásárából befolyt pénzhez tesz hozzá még egy annyit, amelyből középiskolás kezdeményezéseket fognak támogatni. A kezdeményező azt ígéri, hogy jövőben ismét csatlakoznak a mozgalomhoz, remélik, akkor már több partnerrel összefogva jótékonykodhatnak.